Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt az Open Transport Tycoon című sorozatunk 8. epizódja. Hosszú idő után ismételten elragadtam, illetve arra ragadtattam el magamat, hogy ismét elővegyem ezt az Open Transport Tycoon játékot, ami hát azért is fontos kijelentés, mert hát ennyi ideje nem foglalkoztam a játékkal, két adásunk is elmaradt emiatt, úgyhogy nagyon nagy gondolkodás jutott így a fejemre, hogy mit csináljak, és úgy döntöttem, hogy visszamegyek az alapokra. Egy új térképet fogok kezdeni, és viszont nehézségképpen beállítom azt, hogy picit dombosabb legyen a tereptípus. Éppen azért, hogy ugye összejöjjön a... És akkor alapértelmezetként nem 50-et akarok kérni, hanem menjünk vissza megint az időben 1930-ba. Ment volna egy habci, de nem jött össze. Na nézzük, akkor generáljuk le ezt a térképet. Reméljük, hogy lesz minden. És van minden, jó van, jó van, jó van. Na nézzük. Na, akkor van itt először is egy szén. Szénerőmű. Hát itt minden, ami második szintű. Ott van fa. Az lehet itt az első szintű. Na most várja, megnézzük először is, hogy milyen vonataink vannak. Jó, minden elérhető. Akkor nézzük a buszainkat. Ott viszont csak királyi buszok vannak. Nagyon jó. Tehát utasszállítás, illetve aszfalton csak utasszállítás van átmenetileg. Nagyjából egy olyan 15-20 évig egyébként játékban. Viszont itt van egy nagyon nagy település, ezzel lehetne dolgozni hosszú távon. Van vasszállítás. Jó. Már csak azért is jó, mert ez itt ez a folyó melletti rész, ez nagyon jól meg lett csinálva, úgyhogy én azt mondom, hogy ide fogok költözni. És akkor itt fogjuk megcsinálni a dolgainkat. Már csak azért is, mert itt vannak erdők. Úgyhogy akkor ki fogjuk használni ezt a lehetőséget. És hosszabb távon szerintem itt a tó... illetve ezt a tavat itt majd itt szépen el fogjuk így foglalni egy autópályás megoldás, vagy nem tudom milyen megoldással együttesen. És még hosszabb távon szerintem ki fogjuk építeni itt a tó mentén itt a dolgokat. Hát remélem, hogy össze fognak jönni itt a tervek. Na nézzük akkor, tehát akkor első körben, tehát fa szállítás jöjjön tervbe. És rögtön itt elsőként azt tudom mondani, hogy legyen itten. Igen, gondolkodom egyébként, most azért akadtam meg, mert gondolkodom, hogy utána viszont árut kéne szállítani, és áruszállítás még nem olyan biztos, hogy megérős a dolog. Mindegy, fa szállítással először kezdjünk meg meggazdagodni. És próbáljuk lehetőleg úgy rakni, hogy azért lehessen használni a dolgokat. Mondjuk ez így tökéletes lesz abszolút-e. Salute! Jó. Itt egyébként más, itt egyébként talán még azt is mondhatom, hogy ennél a gyárnál több dolgot is el fogunk tudni szállítani, de inkább nem, mint igen.
Hú, srácok, nagyon régen játszottam ezzel a játékkal, és leginkább itt ugye az itt a problémám ezzel a játékkal, hogy már eljutottam odáig, hogy építkezem meg ilyesmi, viszont leginkább azért akadnak meg a különböző projektek így a fejemben, mert nekem már benne van így a fejemben, hogy egy olyan, hát egy kicsit a realitás jöjjön elő itt a játékba, és egyszerűen nagyon nagy munkának érzem, vagy már túl későnek érzem azt, hogy a realitás bejöjjön a játékba. Gondolok itt arra, hogy például amiket itt most megépítek, azok valószínűleg személyszállítási vágányokként nem biztos, hogy használhatóak lesznek. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg inkább ugye a teherforgalom számára, kifejezetten a teherforgalom számára készített útvonalakat csinálok, miközben a mai világban azért nem annyira ez a dolog hódít a vágány, illetve így a építkezések szempontjából, hanem inkább a személyforgalom, én azt gondolom. De lehet, hogy pont fordítva van egyébként ez a dolog, hogy inkább az áruforgalomból lehet meggazdagodni, mint inkább a személyforgalomból. Egyébként érzek ebben egy kis piti dolgot, hogy elviszem az árut A-tól B-be, aztán megint ugyanazt az árut B-ből C-be, és akkor ezzel meg tudok gazdagodni. Tehát itt érzek egy kis pitiséget. És egy kis lehúzást is, de lehet, hogy rosszul gondolkodom, ami elképzelhető, mert azért délelőtt van is, még fáradt így az agyam, mondjuk így. Egy a problémán nagyon közel van itt egymáshoz a két. Mindegy, majd a átalakításnál majd odafigyelünk egy kicsit jobban. Így, né? És akkor építünk. Az neki nem lesz az útjában? Inkább akkor ide rakom. Jó, és akkor új jármű. Vegyünk egy ilyet. Azt mondja, fa szállítás. Így inni. És akkor most megállíthatjuk a játékot, és akkor innen indítjuk. Ide érkeztetjük, úgy kérjük, hogy non-stop, és ide is non-stop, ide telepakolunk, itt pedig kipakolunk. Nagyon jó, tökéletes. Beindítjuk a járművet, és a vasútmásolásban még egy ilyet csinálunk, meg is csináltuk. Tökéletes, és akkor még egy ilyen vonatot vásárolunk, van annyi manink, viszont itt viszont már változtatunk célt. Méghozzá Békésvölgyi erdőbe menjél, a kelet helyett, úgyhogy ezt töröljük. Non-stop telepakoljuk. Cseréljük meg egy kicsit. És akkor beindítjuk a hármas számú vonatot. És rögtön beindíthatjuk mellette a négyest is. Még van annyi manink. Más kérdés, hogy itt most egy kicsit érdekes lesz a dolog, mert hogy elmennek a idáig itteni kereszteződésig, és úgy fordulnak meg. Úgyhogy egy kicsit ilyen érdekes helyzetbe kerülünk, így a játék szempontjából 160, még ők lesznek a több egyébként. Fognak többet szállítani. Na mindegy. Jó, megvan az alapvonat készletünk, és én azt gondolom, hogy megyek is tovább, és keresem a következő kihívást. Nem megyek tovább, mert hogy itt az áruszállítás az még egy kicsit így probléma. Ja, és még egy olyat kéne csinálnunk, hogy van itt ez a különleges lámpa, csak akkor, amíg van legalább, mindaddig szabad, amíg van legalább egy szabad kijárati jelző, kicseréljük az erre a lámpára. Na, szerintem ez így jó lesz. Jó.
Na és akkor nézzük a dolgokat, nagyon jó véleménye. Igen, először a raktárakat, illetve a gyárakat kéne egy kicsit így elkapkodni, és utána tudunk majd tovább építkezni a dolgokkal. Az ott erőmű lesz, nem de bár? Ja, vasérc. Jó, tökéletes, viszont már most elfogyott a pénzünk, tehát ennyi 100 000 micsoda pont. Jó kis alapépítményezés. És akkor én gondolkodom azon, hogy merre tovább. Ott van szén. Hát az nagyon gyors lenne, ha oda raknánk egyből a dolgokat, úgyhogy én azt mondom, hogy inkább használjuk ki a lehetőségeket. Inkább az itteni gyárterületet használjuk el. Mondjuk itt van két szén egymás mellett. Ez jó lesz ez így. Jó lesz ez így. Remélhetőleg hosszabb távon is jó lesz ez a terület. Itt van állat, meg a búza. Na, az is nagyon jó. Ott van a farm, itt van egy ilyen megint. Igen, csak vasércet nem találok itt a környéken. Itt vannak. El kéne kezdenünk a... tehát itt most egy kicsit arra, tényleg a realisztikára gondolva, el kéne kezdenünk megépíteni a különböző vonalakat, vasútvonal, meg ilyesmi. És lehet, hogy tényleg akkor most tényleg kiállnék most vasútvonalat építeni. És azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis kiinduló pont lenne, ha ebből tényleg itt az itteni területből fogjuk tudni megcsinálni a dolgokat. Na, megjött az első bevétel. Azért nem vágok még bele, mert még kevés a manink. És akkor inkább azt csinálom, hogy még egy kicsit megszelídítem magamat, illetve megszedem magamat. És akkor elkezdem a szint. Ugyanezzel a gondolatmenettel dolgozom. És megint is fölveszek 200 000-et. Tökéletes. Hosszatávon lehet, hogy egyébként ez személyszállítói állomás is lehet majd. Így inni. Ajaj. Itt mondjuk az lesz itt a nehézség, hogy nagyon sok olyan területen megyünk át. Ez nem valami szép így. Ennél a megoldásnál. De a bevételek jönnek ebből, nem pedig kiadások. Itt majd így az negyedik, ötödik rész lesz itt majd a nagyon nehéz, mert akkor már ugye ki kell, illetve akkor már egy kicsit ki kell szépíteni itt ezt a területet, ahhoz, hogy ugye amit mondottam, az teljesüljön. Jó.
Non-stop, telepakoljuk. Non-stop, kipakoljuk. Jó, tökéletes. Na, induljál be. És akkor egyből másoljuk is. 17 000, nagyon jó pénz egyébként. Be is másoljuk a kettőt. De pont nem lett elég a harmadikra. Illetve a negyedikre pontosabban. Gondolkodom, mert errefele legyen a... Legyen errefele. Nem a legszebb megoldás, de a hasznosság szempontjából ez tűnik a legjobbnak. Anyád! Na és akkor lámpázás megint. Igen, azért nem megy egyébként a második vonatunk. Mondjuk elég jó kis helyre mentél rögtön. Na, így mi. Tökéletes, viszont azt kérem a hatostól. Ja nem, te jól vagy, a hetestől fogom kérni azt, hogy ne a Vámosterek bányába menjél, hanem Alsóbihar hegyes bányába pakolt ki mindened, illetve teljes pakolás, bepakolás. Na, oké. Ez is megvan, tehát a két alapszintű dolog az megvan. Egy jó sorra ránézés. Jó, megvan, rendben van az idő. Mert ez még ma kerül ki ez az adás, tehát igazából most csak rádolgozok. Ajaj, hát remélem azért a településekkel most elég jó viszonyaim lesznek így a környéken. Egyelőre Kecskeméten még nem. Jó, azért Gagykakalja is azért rendben van velem kapcsolatban. Igen, itt még ebben az irányban még nem lett megépítve a forgi. Az közel van. Inkább ide rakjuk. Na, tökéletes. Na.
Jó, hát megvannak a vélemények így rólunk. És ugye szenet szállítunk itt, meg most már megy az áru. Így van, már termelés az árut, úgyhogy akkor meg kéne néznünk, hogy mi az a település, ami elfogadja az árut. Na például Újjászhegyes elfogadja az árut, de Győrhegyes is elfogadja. Azt már azért úgy akarom építeni, hogy meglegyen neki tehát már a vasútállomás legyen meg neki. Úgyhogy akkor azt fogom csinálni, hogy egy ötös. Mondjuk teljesen mindegy, mert egyébként kicsi lesz az áruszállító kocsi. Voltak éppen ezt ezért rombolhatjuk is, ami most itt van. És csinálhatjuk ezt is. Szép kis útvonal. Nyilván lesznek itt olyan települések, amelyekkel el fog romlani a kapcsolatunk. Győrhegyes nagyon annak tűnik. Remélem nem lesz igazam. Na, és akkor most már megépült ez is. Picit ezt a jelzőt arrébb tesszük. Tökéletes. Nagyon jó. Na, akkor innen kérek szépen először is egy gőzmozdonyt, és akkor áruszállítás mondjuk kettes sorig szerintem bőven meg lehet, és akkor azt kérem tőled, hogy Jászhegyestől indulj, és gyere el a Jászhegyesi állomásig, non-stop mind a kettőt, és amíg te itt kipakolsz, telepakolsz, a Jászhegyesen kipakolsz. Nagyon jó. Na, ez akkor megoldódott, és akkor itt befejezzük ezt a mai első adásunkat. Elmentjük úgy, hogy 2020 nyári, mert hogy már volt egy próbálkozásom, viszont az nem annyira tetszett nekem, úgyhogy akkor elmentjük erre. És akkor ott tartunk, illetve ott tartunk így a jelenlegi első adás tekintetében, hogy van fa szállításunk, abból van áruszállításunk Újjászhegyes felé, és megint egy másik Újjászhegyes felé van szén szállításunk. Úgyhogy a város az, hát mondjuk jó viszonyban van velünk, de azért vigyázzunk velük, mert hogy könnyen elronthatjuk a kedvüket, hogyha még egy jó pár vasutat építünk nekik. Viszont itt legyen vége a mai adásunknak, köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!